A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyűrei és a rendőrség munkatársai október 6-án bejelentett akció keretében közös ellenőrzéseket tartottak budapesti fémkereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknál. A vizsgálatot végzők az egyik gazdálkodó telephelyén nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű színes fémre bukkantak, amelyet már konténerekbe szétválogatva, szállításra előkészítve tároltak. A megtalált 12 tonna részhulladék vélhetően bűncselekményből származik, mivel közöttük felismerhetők, erős áramú vezetékek és transformátorok alkatrészei. Az eljáró hatóságok a 17 millió forint piaci értékű színesfém hulladékot lefoglalták, és a pénzügyőrök fémigazgatási eljárást indítottak a jogszabályokat megsértő gazdálkodó ellen.